Számon kérte Kormán Viktoron azt, hogy azt mondta, hogy megvédjük a zsidókat és más kisebbségeket. Igen. Nagyon sokan támadták ezért, és ezt beszéljük már meg, mert hogy én azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy a zsidók abszolút magyarként határozzák meg magukat, ők magyar zsidók, és ők nem kisebbségiek. És én ezzel abszolút és mélyen egyet tudok érteni, de volna hozzá egy megjegyzésem, én azt figyeltem meg, hogy egymás közt a zsidók viszont abszolút számon tartják, hogy ők zsidók. Ugyanis azt mondom, semmi rosszat nem mondok azzal, hogy a rádióban, televízióban általában mindig a kisebbséghez tartoztam, aki nem zsidó. És azt vettem észre, hogy ők viszont, a zsidók, azok marhára számon tartják egymás közt. Közben meg mindig kikérik, hogy nem tudom, hogy érthető, amit mondom. Te is zsidó vagy, nézd meg a Kuruc infót, ott van mindenki, aki számít. Engem már kiavítottak először. De már vissza vagy téve. Ilyen rejtőzködő zsidó vagy téve. Már vissza vagy téve. Vissza vagy téve, egy körbe tartozol mindenki. És anyámnak hogy mondjam meg? Anyuka még azt hiszem tudomásul fogja venni, hogy ilyen fia van. Igen. Tény és való, hogy engem is meghívtak a Zsidó Kulturális Egyesület fiatal tagozatába, hozzáteszem, hogy én nekem csak maszatos a származásom, mert három világvallás van bennem, a gyerekeimben négy. És akkor ott azt mondták a fiatalok, hogy miért nem vállalom a zsidóság. Mondom, azért nem, mert hogyha még teljesen zsidó lennék, akkor sem vállalnám, mert ez nálam egy nem tudom, hanyadik kérdés. Mint ahogy nem vállalok a szemüvegesekkel sem semmilyen közösséget, önök csak azért találkoznak itt egymással, fiatalok meg zsidók, ez nekem nem érthető, de hogy kik csinálják a listákat. A harmadik házasságomban én nem tudtam, hogy az akkori feleségem az hitsorsosom, és amikor megalakult a Kulturális Egyesület, ő is kapott egy levelet, meg én is kaptam egy levelet, meg minden olyan színész, akit zsidónak feltett, kapott egy levelet. És akkor én azt mondtam ezek a fiataloknak, hogy hol csinálják a listákat, tessék mondani. Két oldalú a listát. Ez az egyik része a dolog. Na bocs, ez csak egy megjegyzés. Nevet nem mondok, mert ő nem vállalja fel a zsidóságát, egy régi kollégámról van szó. Azt mondja, képzelem el, csöngetnek, de ez sok évvel ezelőtt volt, és aztán jó napot kívánok, a Hitközségtől jöttem. Tessék szeresmenni adót fizetni. És ő abszolút nem vállalja, hogy zsidó. Azt mondja, na de akkor pedig érdemes lett volna fizetni, hogy csöndbe maradja. Na de hát azt mondja, hát honnan kapta? Azt mondja, hát a Déri János úrtól kaptam a listát. Információ? De, igen, meghalt szegény kollégánk Déri János. Tehát ő például ebben benne volt. De szerintem ez keveredik a köztudatban, hogy valaki zsidó származású, vagy zsidó vallású.